Jól hallhatóan sípolva jelez a detektor, amikor fémtárgyat érzékel a földben. Egy ilyen eszközzel gyűjtött a két férfi régészeti leleteket, egyikőjük a Parhanti földjén. Rengeteg mindent találtak, köztük több őskori tárgyat, de római és magyar királyi érméket is bőséggel gyűjtöttek. Ezeket egy nemzetközi apró hirdetési portálon kezdték el árulni, csak hogy ezzel bűncselekményt követtek el. A földben talált minden régészeti lelet, vagy régi pénzérme, vagy történelmi maradvány az állam tulajdonát képezi, ezért ha valaki ilyet talál, akár a saját területén, vagy másnak a területén, azt köteles leadni a legközelebbi múzeumnak, ahol azt átnézik, és hogyha az értékes régészeti leletnek minősül, akkor az állam tulajdonába kerül. A két férfi ügyében most született bírósági ítélet, egyikőjüket pénzmosásért ítélték el, a másik vádlott pedig az állam meglopásáért felel majd. A szekszárdi járás bíróság bűnösnek mondta ki a másodrendű vádlottat pénzmosás büntettében. A bíróság ezért a vádlottat 8 hónap börtönbüntetésre ítélte, azonban ennek végrehajtását egy évi próbaidőre felfüggesztette. Ezen túlmenően a bíróság kötelezte még 775.000 forint pénzbüntetés megfizetésére is a vádlottat, és a lefoglalt pénzérméket, illetve bűnjeleket elkobozni rendelte. A férfi egyébként mindössze nagyjából 50.000 forint bevételre tett szert az online eladott érmékből. A társa ügyében, aki az ügyész szerint lopást követett el, még nem született ítélet.